Szeretettel köszöntöm a nézőket és az újabb beszélgető társaimat, akikkel a házasság a gyakorlatban címmel erről a kérdésről beszélgetnénk, mert elméletben olyan szépen el lehet mondani, hogy milyen egy működő kapcsolat, férfi és nő hogyan becsülheti, szeretheti egymást papíron, elméletben, de gyakorlati kérdésekkel foglalkoznánk ebben a beszélgetésben. És amikor készültem a témánkból, akkor olvastam azt a nagyon találó idézetet, hogy bármennyire körültekintően házasodnak is meg az emberek, kevés új párnál van meg a teljes egység, mindjárt a házasság megkötése után, mert az igazi házastársi egyesülés a későbbi évek munkája. Nem hangzik ez nagyon ijesztően esetleg, vagy nem túl hosszú távúnak tűnik így az eredmény, a gyümölcsök beérése? Így van ez a gyakorlatban is? Igen, az életben jó lenne, hogyha meg lehetne azt oldani, visszafele olvasni, és már most ezzel az érettebb fejjel tudnánk gondolkodni 10-20 éves korban, akkor valószínűleg sok konfliktust és sok szívfájdalmat megsporolhattunk volna magunknak. Már a szüleim úgy neveltek, hogy a jó Istentől kérjek majd társat. Tehát ez nekem, mióta az eszembe tudtam, mindig egy ima forrás volt, illetve egy ima kérés volt, hogy a Jóisten adjon majd egy társat. És hát lett volna jó pár fiú, aki szeretett volna udvarolni, de sose éreztem azt, hogy ő az, akit a Jóisten nekem rendelt. És mikor megismerkedtünk Zsoltal, akkor tettünk ki gyapjút, úgymond a Jóisten elé, egy jelet kértünk mind a ketten tőle, és ezt meg is kaptuk, ezt a jelet. És ez azért volt nagyon fontos és nagyon jó, mert nyilván minden házasságban vannak nehézségek, hullámvölgyek, hullámhegyek, és ez mindig erőt adott ahhoz, hogy mikor éppen hullámvölgy volt, hogy igen, őt nekem a jó Isten rendelte, én erről megbizonyosodtam lánykoromban, és hogyha nekem őt rendelte, akkor ezt, amit éppen most el kell viselni, nehézséget, azt is azért adta, hogy csiszolódjunk. Aki bennünket esketett lelkész, ő azt mondta, hogy egy csiszolatlan gyémánt, illetve két csiszolatlan gyémánt kerül össze, és ezeknek az a feladatok, hogy csiszolódjanak, és a végén majd egy szép csiszolt drága kő lesz belőle. És na, ezek voltak, amik úgy erőt adtak, hogyha nehézségek is adódtak. Endre, mihez kell hit és bátorság? Vagy miért mondják, hogy azért hit és bátorság kell a házassághoz? Úgy gondolom, hogy azért kell kellő mértékű bátorság a házassághoz, hogy két ember, amikor összeköti az életét, akik teljesen különböző irányból jöttek, különböző tanult, vagy éppen ösztönös ösztönvilággal érkeznek, azt, ahogy már el is hangzott, ezt össze kellene csiszolni. És eléggé ijesztő is lehet az, hogyha mondjuk ebben ennek a bevezető mondatnak az ismeretében fognak hozzá, hogy hát ez még szinte kilátástalan, hogy ez gördülékenyen menjen, hanem majd az évek során alakul ki, viszont valóban visszatekintve csak ezt látom én is, hogy rendkívül nagy energiákat igényel, meg kitartást, és nagyon sok olyan útvesztőbe, zsákutcába kerültünk mi is, ami veszélyes volt annak, hogy mi ezt folytatjuk-e tovább, vagy akarjuk-e. Tehát kell egyfajta nagyon komoly bátorság és elszántság. Néha azt lehetne mondani, hogy vakmerőség is, hogy hát ebből mi fog kisülni. A hit kérdésében úgy gondolom, hogy ott kinek-kinek magának kell megküzdeni a lépéseit, és az egy különlegesen nagy áldás vagy ajándék, hogyha ez párhuzamosan együtt halad, vagy éppen két már hittel élő ember köti össze a életre szóló kapcsolatát. Én, amikor összeházasodtam a feleségemmel, még egyikünk sem volt elkötelezett hívő ember, de egy valamit én elhatároztam, hogy én egyedül nem szeretnék megkeresztelkedni. És bár elég különböző időpontunkban készültünk mi erre az alkalomra, végül mégiscsak kéz a kézben tudtunk éppen itt közelben a Balatonnál alá merítkezni. Tehát biztos, hogy minden területen van, hogy egy kicsikét előrébb vagy hátrább vagyunk, de nagyon fontos, hogy bevárjuk egymást, akár a hit területén is, hiszen mindannyiunknak vannak csodálatos tapasztalatai, felismerései, és ez akkor válik igazán a sajátunkká, hogyha ezeket át is éltük,
én hiába magyarázom el neki, hogy milyen csodálatos élményem volt itt és ott, és tessék neked is ugyanezt átélni, majd az ő ideje is elérkezik. Tehát be kell várnunk sokszor egymást, és ehhez megint hit kell, hogy majd elérkezik az a pillanat, amikor megint fej-fej mellett kísérjük egymást ezen az életszakaszon, azon a területen. Nagyon találó mondatra szintén hadd hivatkozzak, amely szerint a szeretet állandó küzdelem, milyen ellentmondás, nem? A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott megszűnik a szeretet. Igaz ez a mondás? Olyan talányosnak tűnik első. Most tényleg harcolnunk kell, mert anélkül nincsen szeretet? Mi ellen kell harcolnunk, folytatva az előző gondolatokat? Hát talán elsősorban magunk ellen kell a harcot megvívni, mert mi emberek úgy vagyunk sajnos összerakva, vagy hát nem is így összerakva, hanem mi magunk lettünk ilyenek, hogy a saját magunkat jobban szeretjük mindenkinél. És kényelmesek vagyunk, szeretjük, hogyha babusgatnak bennünket, tehát úgy kicsit magunk körött forgunk. És mikor itt 10 évesről beszélünk, ugye, mert általában körül, hogy 20 éves korban házasodik össze az ember, akkor azt gondolja, hogy ő körülötte forog a világ teljes mértékben, és mindenki és minden úgy idomuljon, ahogy azt ő szeretné. És akkor összeházasodik két fiatal, akkor rádöbben arra, hogy hát szó nincs erről, hogy csak az van, amit én szeretnék, hanem meg kell tanulnunk legyőzni saját magunkat, és meg kell tanulnunk elfogadni azt, hogy a másiknak is ugyanannyi beleszólása van egy-egy dologban, mint nekem. Tehát saját magunkkal kell elsősorban küzdenünk ezekben a harcokban. Azt hogyan értsük, hogy ha nincsen ez a küzdelem, akkor nincsen szeretet? Olyasmire gondolok, hogy egyszer csak kihűl ez a forró kezdeti első nagy és lángoló szeretet, és már nem lesz fontos számomra. Már maga ez egy érzelem akkor ezek igen. Szerint csak, ugye? Uh-huh. És nem lesz fontos. Tehát mindegy, hogy mi történik most már tovább, és szép lassan elhidegülünk, és ketté válunk. Egyelőre még csak lelkileg, és aztán utána már talán külön is költözünk, és így tovább jön az osztozkodás. Tehát nagyon fontos az, hogy ha lehet minden probléma, vagy alapvetés az, hogy igazán őszinte szeretetteli kapcsolat legyen. Tehát, hogy ne legyen egyetlen egy olyan terület sem, amire én azt mondom, hogy hát édesem, ez már engem már olyan sokszor hallottam, ez már nem érdekel. Hanem meg, amit én sokszor tapasztalok, hogy biztos már sokszor én magamat unom, de olyan tekintetekkel találkozom, hogy elhitetik velem, hogy ez még mindig érdekes, amit én mondok. És ezért ez olyan jó érzés, hogy hosszú éveken keresztül teljes figyelemmel és odaadással tekintenek a másik félre. Érdekes, hogy miközben az ember maga képtelen arra, hogy igazán szívből szeressen, csak harc árán lehetséges Isten segítségével, de közben viszont issza és vágyik arra, hogy őt nagyon szeressék, nem? Tehát olyan kis törékeny az emberi lélek, még hogyha akár a teremtés koronájáról, ahogyan ezt szoktuk mi férfiak némi szerénységgel hangsúlyozni, és legyen szó a férfiről, mert rögtön az az első kérdés ezek után, hogy mi is a férfi küzdelme önmagával? Merünk egy kicsit még őszintébbek lenni mi férfiak? Mi a férfi küzdelme önmagával, vagy mi minden merül fel egy házasságban? Hát egy olyan példát szeretnék elmondani, ami egy film megtekintése kapcsán került előtérbe. Láttam egy olyan filmet, hogy ahol a feleség egy nagyon súlyos alkohol problémával küzdött, és a férje addig átvállalta a család, illetve a gyermekek nevelésének a gondját, és az asszony addig rehabilitációs intézménybe vonult, és amikor visszajött, akkor a férje már beleszokott ebbe a női szerepbe, és mindent helyette akart csinálni. És rendkívül idegesítette és felháborította ezt a feleségét ez a hozzáállás, és egyszer csak kiborult. És mondta, hogy ő szeretne visszaállni, ő már meggyógyult, ő már szeretne végre a saját helyén és posztján helyt állni, és továbbra sem talált megértésre. És mikor ezt néztem, úgy valahogy egy pillanatra évek tekintete, vagy hát évek
képsora rémlett fel, és úgy megdöbbentem, hogy nem lehet, hogy én, bár a feleségem nem volt rehabol, és én sem, de hogy lehet ez, hogy én ezt eddig nem vettem észre. Hát ez közel 20-25 éve vagyunk már együtt, és lehet, hogy én is ezt gyakorlom, hogy nem engedem meg, hogy a másik fél hibázzon, mindig mindent jobban tudok. És ez volt egy olyan hájog lehullás pillanata, hogy elrohantam gyorsan vásárolni virágokat, és odaadtam az egész kollekciót a feleségemnek, hogy ezentúl ezt mind, hát egyrészt te kaptad, másrészt pedig odaülteted, ahova akarod. Mert ez nekünk mindig konfliktus volt, hogy ne oda, mert ott árnyékba lesz, az nagyobb lesz, nem így kellene gondozni, és innentől kezdve ezt a problémát teljesen átruháztam rá, hogy úgy gondoltam, ha majd egymással nőnének a növények, csak szóljál nyugodtan, ha segítségre van szükséged, és akkor szívesen segítek, de szeretném rád bízni ezt. Tehát, hogy azt a fajta bizalmat, amit ő valószínűleg nagyon régóta keresett és várt, én ezt szépen egyoldalúvá tettem, én is ezt vártam ő felé, és ez egy elég nagy küzdelem volt ott helyben maradni, amikor én ezt a filmet megnéztem, hogy ne fussak világgá. Tehát olyan furcsa érzést töltött el, hogy lehet az, hogy mondjuk hosszú évek, évtizedek gyakorlatát tudjuk úgy rögzíteni belülről, hogy az egy axióma legyen, ezt így kell csinálni. És sok-sok ilyen, azóta sok-sok ilyenre ismerek rá, és kell megküzdenem, hogy ezeket a berögzült régi gyakorlatokat félre tudjam valahogy söpörni, és hogy keressem azt, hogy mi az ő igazi kívánsága, ő ezt hogy szeretné. Tehát más előjelet kapottam, az, hogy én hogy szeretném, és hogy jó, hanem te hogy szeretnéd, és akkor, ha rögtön lehet azonnal, ha vannak benne esetleg buktatók, akkor pedig azt beszéljük meg, de semmiképpen nem ilyen hatalmi szóval megoldani. Igen, azt mondják, én is azt hallom a házassággondozás során, hogy a feleségek nagyon szeretik azt hallani az asszonyok a férjüktől, hogy beszéljük meg ezt, ugye? Sőt, ezt ők szokták inkább mondani, hogy beszéljük meg. Elindultunk egy önkritika irányába, amit egy kis külső kritikával is megtoldanánk, mert én egy kis cédulát adtam oda Tündinek, amin felsoroltam tulajdonságokat, szám szerint 7-et, de csak 3-at választhat ki, ami szerinte leginkább kell, hogy jellemezzen egy férfit. Ugye a tulajdonságok a listán így szerepelnek, hogy egy férfi legyen tekintélyes, de egy férfi legyen gondoskodó, ugyanakkor legyen gyengéd, de legyen együttérző, legyen határozott is, de legyen szerény is, és főleg figyelmes. Na most, ha erről a listáról is ez a feladatod, ha három szerinted legfontosabbat kiemelnéd, amivel egy kis segítséget adsz nekünk, mi lenne az a három, amit te kiemelnél? Elég nehéz feladatot adtál nekem, mert 7 olyan tulajdonságot soroltál itt fel, ami hát egy női ideálba ez megjelenített, hogy egy nő azért ezt elképzel, hogy férfi legyen ilyen, mind a 7 tulajdonsággal, sőt, még ettől sokkal többen rendelkezzen, ami nincs. Tehát ezzel tudomásul kell. Értünk a szóból, köszönjük, majd magámba odaadod a bővített listát. Igen, de én magamban végig gondoltam 3, amit úgy gondolok, hogy nagyon fontos, hogy legyen figyelmes, határozott és együttérző. Mm-hmm. Nyilván a többi is nagyon fontos, tehát a többi is legalább ennyire fontos, de talán ezek, mert egy férfi figyelmes, akkor azért az egy asszonynak jól esik, hogy ha észrevesz, hogy mikor este fáradtan hazaérkezik, akkor esetleg vacsorát oda készíti neki, vagy az előbb elmondottakból, hogyha virágot szereti, akkor netán hoz virágot néha. Vagy amit úgy tudja, hogy a feleségének mi esik jól, azt úgy a hétköznapjában nem kívánja ezt egy asszony se szerintem, hogy minden nap, vagy minden héten, de azért úgy néha valami kis figyelmességgel megajándékozza, aminek örülnek ki, minek, tehát nyilván nem vagyunk egyformák asszonyok. A határozottságot azért tartom fontosnak, mert a határozottság nem egyenlő a durvasággal és a gorombasággal, hanem legyen határozott elképzelése az életről, a családról, a feleségről,
a gyereknevelésről. Tehát akivel úgy meg lehet beszélni dolgokat, hogy én ezt így gondolom, te hogy gondolod. Tehát ez fontos, hogy legyen egy határozottság egy férfiben, mert hogyha nincs, akkor ugye azt mondtad, hogy a férfi a korona a családnak a tetején, de a feleség meg az égkő rajta. Tehát ez így együtt működik szépen és jó, hogyha van egy jó korona, akkor az égkő szépen fog tudni csillogni. Egy nőnek a férfi részéről ez a megfontolt határozottság, tehát nem hatalmaskodás, vagy így nem van. Diktálás, vagy ez miért fontos? Mit jelent egy nő számára az, hogy határozott mellette a férfi? Milyen pluszt ad neki? Mindenféleképpen egy biztonságérzést. Tehát, hogyha ha nem érez egy asszony és a család, a gyerekek egy biztonságot, akkor úgy gondolom, hogy széthúlik az a család. Tehát, hogyha ha nincs egy irányvonal a családnak, akkor nem tudok miután menni. És hogyha nem tudok miután menni, akkor az nyilvánvaló, hogy széthullást eredményez. Tehát mindenféleképpen jó, hogyha határozott, de jó értelemben határozott. Tehát, ahogy mondtam, nem erőszakos és nem hatalmaskodó a család fölött, hanem szeretettel is lehet képviselni, és türelemmel is lehet képviselni egy-egy véleményt. Igen, és a harmadik. És az együttérző, az, mivel emberek vagyunk, gyarlók vagyunk, pláne asszonyok, még gyengébb edények is vagyunk, még a Biblia szerint is, amit nem mindig írok alá, de azért az nagy általánosságban ezt mondják rólunk, hogy gyengébb edény, de az tény, hogy hamarabb esünk, talán kétségbe hamarabb bizonyt adunk el sok minden miatt, vagy minden felett, és akkor jó, hogyha van, akihez oda tudunk menni, aki határozottan együtt érez velünk, és ez így összekapcsolódik a figyelmességével együttérző, és határozottan bátorít. Köszönjük szépen, megkaptuk a feladatot, de nézzük meg ugyanezt, és beszéljünk a másik oldaláról, hiszen a nőnek is megvan a maga küzdelme önmagával. És ezt sokszor mi férfiak esetleg nem kellő megértéssel fogadjuk, vagy nem is értjük igazán, hogy mit jelent az. Ugye szoktuk azt mondani, hogy sokkal nagyobb a különbség valójában lelki felépítésében nő és férfi között, mint ahogy ezt esetleg az egyik a másik nemről gondolja. Mi a nő küzdelme önmagával? Folytassuk akkor ezzel a kérdéssel. Milyen belső vívódásai vannak, amit mi férfiak nem érthetünk meg, pedig érdemes ezt tisztán látnunk? Mikor mi összeházasodtunk, akkor sok-sok elképzelésem volt, hogy milyen az igazi család ideál a férj és nő közötti kapcsolat, ami nem feltétlen volt úgy, ahogy ezt én elképzeltem. Sokat kellett küzdeni magammal, és azt mondhatom, hogy évek teltek el, sőt, a mai napig is küzdelmek. Mert, mint mondtam, azért önzőek vagyunk, és szeretjük azt elfogadni, vagy azt szeretnénk, hogy minden úgy történjen, ahogy mi elgondoljuk. És nehéz, tehát mondhatom azt, hogy nehéz elfogadni azt, hogy azért a férj a családnak a feje, mint ahogy a Krisztus az egyházé. Tehát ezt a kettőt így elfogadni, és ezt ez alá alárendelni magát egy nőnek nem könnyű. Mert bennünk is ott van, hogy na hát most miért ne én mondjam meg, hogy mi a jó megoldás, meg mi a jó. De hogyha igazán szeretem a társamat, akkor ezt el tudom fogadni, hogy na akkor ő legyen a családnak a vezetője, és ő legyen az, aki tehát én mindenféleképpen tiszteletbe tartsam az ő elképzeléseit. Most azért a Biblia ír arról is, hogy ezt értelmes módon tegye a férfi is, és a nő is, tehát nem mindenben kell a férfinek az akaratát elfogadni, de azért egy keresztény házasságban beszélhetünk bízomabban, beszélhetünk arról, hogy ott azért értelmes döntésekre kerül sor, amit egy nőnek el kell fogadni. Még ha nehéz is, de el kell fogadni. És ez nem könnyű. Csúsztatok itt közben egy lapot Endrének is, mert neki is mondanék egy felsorolást, amiből hármat kellene kiválasztani, belátása szerint. Ez a három lenne azok a szerinte legfontosabb tulajdonságok a következőkből, ami egy nőt jellemezzen. Igényes, szelíd, engedelmes, talpra esett, belátó, kedves és őszinte.
Nehéz ez a lista? Nehéz belőle válogatni? Hát válogatni nehéz mindenképpen, de egyfajta sorrendiséget gondolom mindenkinek jelenthet a maga megközelítéséből. Nekem az első az őszinteség, ami nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy rettenetesen fontos, hogy ahogy ez már el is hangzott, hogy tudjunk egymásról, és úgy tudjunk segíteni egymásról, úgy tudjuk vigasztalni, bátorítani egymást, hogy teljes képben vagyunk, hogy a másikkal mi történt. És ha én ebből picike dolgokat ugyan, de lelecsípek, akár az érzelmek szintjén, vagy csak egyszerűen az információk szintjén, akkor ez olyan dolog lehet, mint az orvosnál, hogy elhallgatom a tüneteimet, és ő nem tud jó diagnózist felállítani, nem tud jó segítséget adni. Tehát nekem ez van az első, ez került az első helyre, az őszinteség. Aztán a második helyre a szelídség, talán éppen azért, mert hogy az én természetem könnyen elhagyja ezt a óhajtott területet, és hogy ő ebben engem egészítsen ki, és fogjon is vissza, és inkább békjózzon le. És tehát neki bírjon, hanem akár vissza is fogjon. Igen, igen, ez egy nagyszerű dolog tényleg, hogy úgy nem elszaladni ezektől a kihívásoktól, hanem ott maradni, ha úgy tetszik, teher alatt maradni, és lefékezni ezt az indulatot, vagy terhet, akár házastársi, de más szinten is. És hát a harmadikra pedig, amit már te is említettél, az engedelmesség az, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos. Bár itt egy picit talán sokaknak felháborodást kelthet ez a szó, hogy ugyan mi ez a szóhasználat, hogy miért kellene, miért nem egyenragú felek a házasságban a két oldalról, miért nem egyenragú felek a házasságban szereplő felek. Pont erről van szó, hogy nem kell itt alárendeltségről beszélni, hanem egyfajta olyan önként vállalt engedelmességre gondolok, ahol a másikat a nehéz pályákra is, a bukdácsolásokra, azokra a területekre, ahol nem értek egyet vele egyáltalán. Mert látom, hogy akár méltatlanul, vagy meggondolatlanul, vagy felelőtlenül téved arra a pályára, de mégis elkísér. És olyan helyekre, lelki értelembe véve elsősorban, ahol ő a legszélsőbben csak abba az irányba sem fordulna. És hát én tévedek sokszor ilyen pályákra, és nagy segítség, hogyha ő engem ebben elkísér engedelmesen, és megint csak abban mutat nekem példát, hogy ő ezt hogy csinálja, és hogyan vezet vissza. Mivel a házasság gyakorlati oldalairól van szó, ezért elkerülhetetlen az a kérdés, hogy a Biblia csak a házasságon belüli testi kapcsolatot, szexualitást támogatja, de mivel érdemben kellene erről beszélgetni, ezért tegyük fel úgy a kérdést, hogy hogyan valósulhat meg ez a testi kapcsolat úgy, hogy abban a tisztelet és az önzetlenség legyen jelen. Bizonyára értitek, hogy miért így teszem fel a kérdést, hiszen önmagában az örömszerzés két egymáshoz lelkileg nem kötődő ember részéről egy üres és egy kiüresítő élménnyé válhat az évek folyamán, amikor az újszerűség elmúlik. De egy házasságon belül, ahol a két ember egymásért felelősséget vállal, és nem csak örömöt vár el a másiktól, hanem felelősségvállaláson alapuló kapcsolatuk van. Mit jelent ez, és hogyan valósulhat meg, hogy tisztelet és önzetlenség jellemezze az ő házas életüket? A tiszteletre gondoltam olyan szempontból, hogy úgy lehetne talán megközelíteni, hogy hajlamosak vagyunk a saját kívánságaink szerint elvárni testi és lelki értelemben is, tehát diktálni a tempót, az ütemet és minden egyéb területen a vezetést a kezünkben tartani, és a tisztelet ezen a területen nekem azt mondja, hogy körbejárni és megkeresni, rátalálni, rálelni arra, hogy mi a másik igénye, mi az másik fél kívánsága, mi a nő óhaja,
és az ő tempója szerint haladni. És akkor én tiszteletbe tartom mindazt, amit ő remél és vár a mi kapcsolatunktól, és ezzel én majd építem nagy valószínűséggel ezt a kapcsolatot, és nem pedig rombolom, hiszen a kezdeményezés az, és a férfiasság az sokszor rosszul értelmezett dolog. Hát jó Isten, amikor a férjet és a feleséget egy testnek szánta, akkor nagyon fontos volt ez a cél is, hogy a szexualitás is egy fontos dolog az életben. És nem biztos, hogy a nők annyira vágynak olyan sűrű szexuális kapcsolatra, mint a férfiak. Tehát én most csak az általánosságról beszélek, nyilván ez egyén függő, de ha tiszteljük és szeretjük a férjünket, akkor tiszteletbe tartjuk az ő igényeit, a kívánságait is, amik, ahogy Endre elmondta, hogy ez egy mederbe tartott kívánság, tehát nem csak a fellángolás és a durvasság, vagy nem is tudom, mit mondjak. De hogyha a férfi megtalálja azt a hangot, ami egy nőnek fontos, és ugyanúgy egy nő is megtalálja a hangot, ami a férfinek fontos, akkor tudnak egymásnak így is örömet szerezni. És utána fontossá válik az, hogy avval is segítsek a férjemnek, azzal is segítsek a feleségemnek, hogy nem csak szellemi társak vagyunk egymásnak, hanem testi társak is, és lelki társak is vagyunk egymásnak. Tehát ebben is nagyon fontos az, hogy tisztelettel, de örömmel, és ne csak kényszerből, hanem örömmel és szeretetből tudjuk a testünket is átadni, de a férjünknek. És nagyon fontos még azt elmondanom, hogy fiatalok talán beleesnek abba a hibába, hogy házasságon előtt már próbálják, hogy milyen az én próbaházasságot megpróbálni, vagy kipróbálni, hogy milyen az, költözünk össze hamarabb, és akkor meglátjuk, hogy ezzel is egymásnak valók vagyunk-e. Erre Jóisten nem adta az áldását egyáltalán, mert a Jóisten a szeplőtlen házasságot áldja meg, és akkor nincs lelkiismeretfordulás. De hogyha már ezt előbb kipróbálják a fiatalok, előbb úgy gondolják, hogy elébe megyünk a dolgoknak, és megpróbáljuk, hogy működik a testi kapcsolat, és azt a Jóisten nem tudja megáldani. Ahogyan egy önkritikus fiatal barátom mondta, hogy a fiúk arra vágynak, és azt mondják, hogy szeretnének egy olyan feleséget, akinek megbízható előélete volt. De közben ők azért szeretnének próbálkozni az életben, és ez a kettő kizárja egymást. Olyan munkahelyen dolgozom, ahol nagyon sok idősebb ember alkohol problémával küzd, és visszatekintve elmesélik az életüket. És amit én fiatal koromban rendkívül irigyeltem, hogy ennyi és annyi párkapcsolat birtokosai és azzal hősködtek ugye a kortársaim, és ő most nem egy ilyen betegünk, elmeséli az életét, hogy több száz partner kapcsolata volt. És nem diadalmenet és nem dicsőség, amiről ő beszél, hanem egy egyre inkább leépülő testi-lelki fonnyadás, vagy keserűség, vagy nem is tudom, egy olyan lelki halál állapotába kerülnek, hogy már szinte szűkölnek és vonszolják magukat lelkileg, hogy valami igazi, őszinte kapcsolatba tudjanak kapaszkodni. És olyan megdöbbentő ezt látni, hogy a kívülről irigyrésre méltó emberek, akik mondhatni szinte kaszálják az összeteket. Tehát, hogy begyűjtik a trófeákat, gyakorlatilag pedig vergődnek és szenvednek, és kielégítetlen lelki vágyaikat próbálják valahogy palástolni, és sokszor sírva mondják, hogy bárcsak egyetlen egy volna valaki, akivel őszintén tudnának most megöregedni. Tehát ezt kívülről talán irigyésre méltó lehet, de a valóságban ez sajnos nem válik be. Akkor elmondhatjuk talán ennek a gondolatnak az összefoglalásául is, hogy az igazi testi kapcsolat egy igazi mély vonzalom mögött sok-sok bizalom és sok-sok beszélgetés van egymással.
Tehát, hogy amikor megvan ez az idő egymásra, akkor válik igazán örömmé és igazán önzetlenné, tiszteletből fakadóvá az a szeretet kifejeződés, amit testileg adhat egyik ember a másiknak. Mert gyakran mondják ezt, hogy beszélgetni nincs időnk, sétálni nincs időnk, kirándulni nincs időnk, de mégis vannak olyan testi szükségletek, amikre pedig nagyobb hangsúlyt helyezünk. Csak ezért gondoltam ezt ide kapcsolni, hogy talán akkor ezt így kell nekünk is férfiaknak sokkal inkább a helyén kezelni és megtalálni Isten segítségével a győzelmet ezekben a kérdésekben, mint ahogy a nőknek is a szeretetet és az igazi odaadást a tisztelettel a férjük iránt. Még egy gyakorlati kérdés van, mert ugye mondják, hogy nincsen olyan ház, ahol tányér csörgés ne lenne azért olykor. Ugyanakkor a Bibliának van egy olyan érdekes, és nagyon, azért mondom, hogy érdekes, mert nagyon gyakorlatias mondata, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokon. El tudjátok képzelni, hogy milyen egy olyan házasság, ahol soha nem zárul le egy nap úgy, hogy az egyik vagy a másik fél neheztelést vagy haragot ápolna a másik irányába? Milyen egy ilyen házasság? Konfliktusok kezelése, vitahelyzetek rendezése. Mit jelent az, hogy a napnyugtát már ne érje meg az a rendezetlen vitahelyzet, hanem tisztázzuk, kibocsássunk, megengedjük el? Döntő fontosságú ez? Mindenféleképpen fontos, hogy tudjuk lerendezni a nézeteltéréseinket egymással. Én olyan alkatú vagyok, hogy én még azt is megbánom, amit nem csináltam. Tehát, hogyha én még azért is tudok bocsánatot kérni. Nem szeretem a haragot ápolni, se tartani a haragot. És lehet, hogy egy férfinek nehezebb bocsánatot kérni, ez is most általánosságban mondom, tehát lehet, hogy nehezebben tudja elismerni, de hogyha egy nő megtanulja azt is, hogy vezesse rá társát arra, hogy igaz, hogy nem a nő hibázott, hanem a férfi hibázott, de azt a férfivel ne úgy mondassam ki, hogy megalázzam, hanem azt ő úgymond saját jó lelkiismerete szerint, tehát mintha azt ő mondaná ki. Na ez se könnyű feladat, ezt megtanítani egy férfivel. Szerintem az előbb erről beszéltél te is, hogy meg kell tanulni az előző beszélgetésbe, igen, a belső harcokat. És hogyha ezt meg tudja egy házas pár tenni, hogy megbeszélik egymással a konfliktusokat, lehet, hogy holnap kezdődik egy másik, de hogyha mindig azt le tudjuk rendezni, ami volt, akkor sokkal könnyebben megy az elalvás is, és sokkal könnyebben megy az ébredés is, mert hogy az ember lefekszik, úgy fog fölkelni másnap reggel, hogyha jó lelkiismerettel és nyugodtan, akkor nyugodtan fog tudni fölébredni is. Egyébként mikből fakadnak ezek a konfliktusok vagy vitahelyzetek? Tehát mind a ketten ugye magatok házasságában gyakorló házasfelekként, hogyan látjátok, milyen nagy eszmei vagy tudományos vagy világnézeti kérdések ezek a kiváltói a házassági konfliktusoknak? Nem véletlenül mosolygunk rajta, de annyian, mert hogy ez általában már atomi szinten kezdődik el, tehát szinte annyira parányi apróságokat tudunk valószínűleg fölfújni, és érdekes módon a nagy dolgokban pedig azért aránylag hamar zöldágra tudunk vergődni, mert nem véletlen, tehát hogy egyfelé nézünk, egy irányba haladunk, és a közös teherviselés, meg a közös célok, ezek mind azért átsegítenek a holdpontokon, de az apró dolgok, ahol valahogy előbújik a valódi természetünk. Mondjál példát erre, apró dolgok. Hova tetted az okném? Szóval tényleg ilyen szintű kérdések vannak? Hát ilyenek is. Ilyen apró dolgok most jutott eszembe, hogy én eléggé hanyagul szoktam ledobálni a pizsamámat, és úgy berakni, beágyazni. És megint mondhatom, 27 év házasság után jutott eszembe ez a terület, amikor egyszer csak azt látom, hogy amikor én ágyazok, ugye hanyagul van, amikor a feleségem ágyaz, az mindig gyönyörűen össze van hajtva. És az ő pizsamáját is mindig csak úgy trehányul pakoltam be. És elkezdtem nagyon szépen összehajtogatni ezeket a pizsamákat, és most már erre hangsúlyt fejezek. Ez megint döbbenetes, hogy hány évtizedig nem érdekelt, és nem volt fontos, de jó volt látni azt az örömet az arcán, hogy na végre ez is változást követ, hogy már mióta várt erre. Tehát én úgy gondolom, hogy,
hogy nagy dolgokon mi talán soha nem is vitatkoztunk, mindig csak apróságok. Mondjuk kiderül, hogy itt a pizsoma kérdés még nem is fajult vitává, hanem te magad már megelőzted a bajt, nem? Tehát ebből nem volt vita, ha jól értem. Hát nem, mert szelíd. Igen, rávezetett, észre se vetted, csak rávezetett. Ez a következő gondolatom ez lenne, hogy mire kell figyelni itt a konfliktusoknál, kommunikációnkban. Tudnátok olyan mondatfordulatokat, vagy mondatkezdéseket említeni, amik például vitát generáló mondatok, vagy kezdések? Tehát mik azok, amiket kerüljünk lehetőleg, vagy amit gondoljunk végig, hogy használunk-e bizonyos mondatokat a másikkal kapcsolatban, a másik minősítésével, vagy felhánytorgatás, vagy mert talán ezen is sok múlik, nem? Én hát, hogyha úgy kezdünk egy mondatot, már megint, vagy te sosem, akkor szerintem ebben már megbélyegeztük a párbeszédet. Na de miért kezdünk így mondatot? Komolyan gondoljuk? Nem, és ez az érdekes, hogy ezek annyira ilyen megismétlődő szófordulatok. Tehát, hogyha visszagondol, aki már házas ember, szerintem ezeket a beszélgetés játszmákat iszonyú sokszor lejátszottuk. És ha nem figyelünk oda tudatosan, hogy na, ezt ne kezdjen megint így, vagy azt ne kezdjen megint úgy, akkor újra és újra beleesünk ezekbe a szófordulatokba, és hajszál pontosan tudjuk, hogy mi a másiknak a rá reakciója, arra én mit fogok mondani, ő megint mit mond rá, és akkor vagy duzogás, vagy konfliktus lesz a vége. És ezért jó, hogyha ezekből tanulunk. Tehát végülis a tanulópénzt, hogy iskolába kell járni a gyerekeknek, hogy megtanuljuk sok mindent, nekünk is azért a tanulópénzeket meg kell tanulni, még ha nehéz is, meg jó lenne elhanyagolni, de biztos, hogy azért vannak ezek, hogy megtanuljuk, hogy most már ilyen apróságokkal ne foglalkozunk, és talán egy asszonynak nagyobb erre tehát nagyobb a fontossága, hogy egy asszony megtanulja azt, hogy ne szóljon mindenért a férjének, hanem inkább kicsit harapjon bele a nyelvébe, hogy nem mondja, mikor hazajön fáradtan a férje a munkába, hogy akkor vedd már a cipődet ott kint, és ne mászkálj végig a tiszta lakáson. Gondolom ezért sok családnál előfordul ilyen párbeszéd, de ez csak egy példa, tehát lehet bármi, hanem akkor fogadjam szeretettel, és ezt tekintsek el ettől. Ha már ilyen önkritikus voltál, akkor a munkából hazaérkező férfi pedig köszönje meg azt, hogy ételt tesznek elé, és dicsérje meg, hogy jól sikerült, és ugye? Tehát ez meg a mi feladatunk, nem, Endre? Maradva a konfliktusoknál, mit jelent győzni egy vitában? Most jó értelemben, tehát nem tudtam idézőjelben mondani ezt a kifejezést. A szó bibliai értelmében ugye ezt úgy mondhatnánk, hogy ne győzettessél meg a gonosztól, tehát ne engedd, hogy a rossz legyőzzön téged, hanem a rosszat te a jóval győzd meg. Mit jelent a konfliktusokban vagy vitahelyzetekben győzni? Ki győz a konfliktusban? Emlékszem sötét pillanatokra is, egy baráti felkérésre kipróbáltam egy olyan helyzetet, amit nagyon nehezen és nagyon rosszul éltem meg. Pontosan a szerint lelkűségből kifolyólag valószínűleg, hogy sok nő inkább elhallgatja a fájdalmát, a keserűségét, de az ott dolgozik benne. És hát ennek néha valahol le kell eresztődnie. És hát erre mertem egyszer vállalkozni, hogy mondtam, hogy amikor gondolod, akkor én úgy végighallgatlak, hogy egyetlen egyszer sem vetek közben egy szót se. Hát valamikor erre javaslatot tettem, inkább elharaptam volna a nyelvet. De hát elég fura időpontban történt ez, mert éppen egy súlyos konfliktus helyzet adódott nem sokára, és tudom, hogy egész éjszakákat nem aludtunk át, és forgolódtunk, és talán éjjel 2:30-kor egyszer csak fölkapcsolódott a villany, és mondta a feleségem, hogy most megbeszélném, vagy most elmondanám, hogy mik azok, amik fájnak és amik nyomasztanak. És hát nagyon, nagyon fel voltam háborodva, hogy pont most, pont ilyenkor. Mert hogy tényleg vert helyzetben voltam, és valószínűleg erre volt szükségem. De nagyon nehéz volt hosszú, hosszú listát végighallgatni arról, hogy mi az, amit esetleg nem jól csinálok. És nagyon jó volt ez arra, hogy utána nem volt szabad válaszolnom. Mert ezek sokáig visszhangzottak bennem is. És olyan visszhangokat vertek, amire sokkal jobban fájt, mint hogyha egy konfliktus. Ott meg tudtam volna védeni magam, itt teljesen védtelen voltam. És jól esett, azt tudom mondani, egy-két nap múlva újra tárgyalni, már akkor egyenlő
egyenrangú társként mindezt, és sokkal több mindent be tudtam látni és ismerni, bár a nagyobb fájdalommal járt. Aztán egy másik helyzetet még elmondom egy kicsit érdekes emlékképpen, hogy egy súlyosabb konfliktus után komoly dolgokat vágunk egymás fejéhez, még azt is, amit nem is akartuk, soha nem is mondtuk volna ki, de a lendület az kihozza. És hát adtam egy A4-es lapot a feleségemnek, hogy ha ez ennyire keserű, légy és írd össze ezt a listát, hogy miben kell változnom, abban, hogy 2 pont eddig leírtam, és mondtam, hogy légy szíves, írd el. Azt írtam rá, hogy azt nem szeretem benned, hogy, és 2 pont. És hát kaptam egy gazdag listát másnapra, és már fortyogott bennem az indulat, hogy majd én is, de hát vártam volna, hogy nekem is adjanak erre lehetőséget, ne én adjam oda, hanem majd a feleségem is hozzon egy lapot, nem kellett sokat várni, ő is odaírta, azt nem szeretem benned. És egy egész éjszakát töltöttem ezzel, és olyan csodálatos volt, hogy átformálta bennem a Jóisten ezt, hogy ez ugyanaz, amit én itt hosszú éveken keresztül tudtam produkálni, vagy tudtunk produkálni, hogy te ilyen vagy, te ilyen vagy, te ilyen vagy, ezt játszhatjuk a végtelenségig. És kidobtam azt a papírt, és azt írtam, hogy azt szeretem benned, hogy. És oda tettem reggel a éjjeli szekrényére, láttam, hogy ugye nem rendezett ébredés volt ez, előző nap nem rendeztük a dolgokat, és nagyon fel volt háborodva, vitte magával a munkahelyére ezt a lapot, hogy majd ott elolvassa, és teljes csodálatos irányváltás volt. Tehát, hogy ebből nekem az volt a tanulság, hogy megint olyasmit láttam, amit velem már biztos sokszor műveltek, csak eddig nem vettem észre, hogy kell egyfajta kezdeményező készség ahhoz, hogy egyszer csak elnyeljük a konfliktusokat, és ne forrásai legyünk ezeknek, hogy akár védtelenül is, akár bármilyen következményeket bevállalva is, de egyszer valakinek pontot kell rátenni, és azért gondolom ezt, mert amikor súlyos konfliktusok vannak, akkor egy picit a kapcsolat meghal. Ilyenkor meg mindig újraéleszthető. Tehát ezek olyan keserű, de szép tapasztalatok. Röviden, nekem egy bibliai idézet jutott eszembe, az engedelmes felelet elfordítja a haragot. Hogyha győzni akarunk, akár mind a ketten egy-egy vitás helyzetbe, akkor ez jusson eszünkbe, és akkor mind a ketten győztesek lehetünk. A házasság a gyakorlatban, a jó házasságban a tisztelet, a megbocsátás, az önzetlenség jelen van. Mert a jó házasságokat nem a konfliktusok teljes hiánya jellemzi, ahogy egy szerző ezt megfogalmazta, hanem azok megoldásának hatékonysága. Az Isten tud abban segíteni nekünk embereknek, hogy tanuljuk ezeket az isteni jellemvonásokat, megbocsátás, önzetlenség, tisztelet. És ne azt lássuk, hogy a másik hogyan bántott meg engem, hogyan sértett meg engem, milyen terhet jelent az én számomra, hanem lássuk a másikban azt, hogy mi lehetne belőle, hogyan segíthetnék én neki ebben a győzelemben, hogy az lehessen olyan szép, olyan kedves ember, amilyen én is szeretnék lenni Isten segítségével.